Köszönti Önöket Jane Witherspoon. Az interjú mai adásának vendége Jeremy Jonesy, az utazással foglalkozó kreatív ügynökség, a Beautiful Destinations vezetője. Köszönjük, hogy eljött. Én köszönöm. Mikor gondolt először arra, hogy az utazás lehetne a szakmája? Idézze fel nekünk. Amikor 10 éve belevágtam, nem úgy kezdtem, mint egy vállalkozást. Csak egy Instagram fiókot kezdtem el működtetni nem sokkal azután, hogy maga az Instagram elindult. Tehát mielőtt olyan felületté vált, ahogyan most ismerjük. Elkezdtem kapcsolatot teremteni azokkal az emberekkel, akik abban az időben tartalomfotókat készítettek szerte a világon, és megpróbáltam bemutatni a perspektívájukat a mindennapi életükben zajló eseményekről anélkül, hogy az üzletépítés szempontjait figyelembe vettem volna. Valószínűleg csak bő 3 év után kezdtünk el keresni vele, és onnan felépíteni a céget. Mi volt a kulcsmomentum, amikor úgy gondolta, hogy a szerelem projektet pénzé lehet tenni? Szerencsések voltunk, mert ez a régió nagyon támogatta a Beautiful Destination-t már az üzleti tevékenységünk korai szakaszában. A dubai kormány felvette velünk a kapcsolatot. Ők akartak lenni az első turisztikai hivatal a világon, amely egy hashtag köré épülő marketing kampányt indít. Az első ügyfelünk tehát a Dubai Tourism és a Burj Al Arab volt. És akkor még nem is volt meg a vállalkozás. Szó szerint csak posztoltam az Instagramon, és dolgoztam ott jelenlévő emberekkel, anélkül, hogy céget alapítottam volna. Szóval amint megkaptuk ezt a lehetőséget, bejegyeztük a céget, és onnantól indítottuk be. Mi volt a legnagyobb kihívás, a legnagyobb tanulási folyamat? Most 10 éve vagyunk jelen, és az első 5 évben az iparágat nem érdekelte a dolog. Olyan utazási vezetőkkel találkoztam, vagy próbáltam találkozni, akik nem értékelték a közösségi médiát, és nem gondolták, hogy olyan platform lenne számukra, amellyel üzletet generálhatnának. A közösségi média kezdeti szakaszában azt gondolták, hogy ez olyasmi, amit a fiatalabbak használnak, és csak az időt mulatják vele mindenféle kereskedelmi komponens nélkül. Szóval eltartott egy ideig, mire kinyíltak az ajtók, hogy találkozzunk az emberekkel. Csak a világjárvány kitörése óta robbant be számunkra az üzlet, mivel egyre több úti cél, szálloda és utazási szakember jött rá, hogy mennyire fontos a tartalom és mennyire fontos befektetni ezekbe a platformokba. Ez volt tehát az eddigi útunk. Hogyan alakította át a közösségi média az utazási ágazat egészét? Elképesztő mértékben. A vezető utazási szervezetek szerint az utazók 90%-a a közösségi médiában látott tartalom alapján foglalja le az útját. Tehát sokunk számára az első benyomás, amikor egy úticéllal kapcsolatban gondolkodunk, vagy ihletet kapunk, az az Instagram vagy a TikTok pörgetések közben születik. Láttunk valakit, aki olyan tartalmat osztott meg, amely inspirál minket. A fiatalabb utazók 40%-a valójában már nem is használja a Google keresést vagy a Google térképet. Nézik a TikTok és az Instagram videókat, beírják annak a helynek a hashtagjeit, ahol vannak, az étteremnek, ahová menni szeretnének, hogy megnézzék a videótartalmat. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy elmozdulás, ami ezeken a platformokon belül kezd megtörténni, és ahogyan az emberek ténylegesen felfedezik az utazást. Így vált a közösségi média olyan fontossá ebben a történetben. Azt hiszem, a statisztika szerint 400 digitális momentum előzi meg a foglalást. Pontosan. Hol történnek meg ezek a momentumok? Többsége Instagramra vagy TikTokra feltöltött videó megtekintést jelent. Az utazás az elmúlt 20 évben azt jelentette, hogy egy foglalási oldalon az ember begépeli az úti célt és kap több ezer linket vizuális tartalom nélkül. Most pedig olyan világban élünk, ahol ha azt akarja látni az ember, hogy milyen reggelizni egy párizsi étteremben, csak begépeli egy közösségi média felületén lévő keresőbe, és láthatja a pontosan erről az élményről szóló videókat. És ez sokkal magával ragadóbb, sokkal inkább elősegíti a tényleges vásárlást, mintha egy statikus linket látnánk egy weboldalon. Az utazási ágazat viszonylag lassan tudott felzárkozni ehhez a trendhez, de úgy gondolom, hogy a következő 2-3 évben ez a tendencia robbanásszerűen fog elterjedni. Önt úgy jellemezték, mint a környezeti változások előidézőjét. Mennyire fontos a fenntarthatóság, bár ez most egy kicsit divatos szó, de a lényeg, hogy hogyan lehet ezt manapság valóban népszerűsíteni.
Sok mindenen kell az ágazatnak változtatnia, és próbálok ennek a szószólója lenni. Nem térhetünk vissza ahhoz a fajta utazáshoz, ami a pandémia előtt volt jellemző, mert 2019-ben azt hiszem a tizedik egymást követő növekedési évben minden tizedik munkahely az utazási és turisztikai ágazatban volt, és minden ötödik újonnan létrehozott munkahely is. Az iparág tehát robbanásszerűen fejlődött, de ezzel együtt a túlturistáskodás is. Sajnos az emberek mind ugyanazokra a helyekre mentek, például Barcelonába, Izlandra, Milánóba és Rómába, ahol a helyiek már azt mondták, túl sok a turizmus. Az utazók számára sem jó az élmény, és az ott élők számára sem. Ez nem lehet az a pont, ahonnan kiindulunk, amikor az utazás jövőjéről gondolkodunk. Mi pedig a kevésbé ismert úti célokról próbálunk beszélni, arra ösztönözni az embereket, hogy olyan helyekre menjenek, ahol eddig talán még nem jártak. A közösségi média csodálatos eszköz erre. Az utazás a munkája. Mennyire tudatos a magánéletében és személyes utazásai során, hogy csökkentse az ökológiai lábnyomát. Gyakorolja is, amiről prédikál? Igen, nagyon is. Akkor világosodtam meg igazán, amikor felkértek, hogy legyek a WWF nagykövete. Az első dolog, amit megtanítottak, hogy mielőtt bármit is teszel, mérd fel a tetted hatásait. Mert ha nem tudod, mekkora a hatás, nem tudsz lépéseket tenni a csökkentésére. Van egy csodálatos ökológiai lábnyom kalkulátoruk. A WWF brit honlapja szerintem az egyik legjobb eszköz a világon, hogy megértsd, mekkora a széndioxid kibocsátásod. Ez egy sor olyan döntésben áll, amelyet az életed során hozol, például az otthon fogyasztott energia, az, hogy honnan vásárolod az árukat és szolgáltatásokat, milyen gyakran utazol, hogyan utazol, és az adatokat be kell írnod ebbe a kalkulátorba, ami megmondja, hogy az életed mely részeinek van a legnagyobb negatív hatása. Egy olyan embernek, mint én, aki sokat utazott, nagyon könnyű rájönnie, hogy az utazási szokásain kell változtatni. Például rövid utakhoz vonatot használni repülőhelyet. A múlt héten a franciák úgy döntöttek, hogy minden belföldi járatot leállítanak, ha ugyanazon az útvonalon vonat is közlekedik, ami szintén a repülést negatív hatásának csökkentését szolgálja. Ezekkel szeretek tisztában lenni, és aztán a rendelkezésemre álló platformokat arra használom, hogy az embereket felvilágosítsam erről. Ön nagy szószólója a közösségi média mentális egészségre gyakorolt hatásainak is. Olyan társadalomban élünk, ahol sokan úgy gondolják, hogy az életüket azzal kell igazolniuk, amit posztolnak. Milyen tanácsot adna azoknak, akik ezzel küzdenek? A mentális egészség olyan dolog, amiről szerintem nem beszélünk eleget. Gyerekkoromban profi sportoló akartam lenni, és rögbiztem Skóciában. Elmentem Új-Zélandra, lesérültem, ami véget vetett a karrieremnek. Az ezt követő egy-két év, ha visszatekintek, a legnagyobb kihívás volt, amivel valaha is szembenéztem életemben, és nem beszéltem róla. Nem voltak körülöttem olyan emberek, akikkel beszélhettem volna róla. Sajnos a közösségi médiában nagyon könnyű kapcsolatba lépni bárkivel, és az emberek nem igazán szűrik meg, amit mondanak. Sok esetben védetnek érzik magukat, hogy azt mondjanak, amit csak akarnak, mert valamennyire névtelenek maradhatnak. Vannak olyan helyek a világon, ahol korlátozzák az emberek közösségi médiában töltött idejét. Vannak olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy nagyon pontosan nyomon követhessük, milyen tartalmakat néznek a gyerekeink vagy a családtagjaink, és így sokkal tudatosabbak lehetünk. Úgy gondolom, hogy bárkinek, akinek tényleg kihívást jelent az, amit az interneten tapasztal, beszélnie kell róla. És remélhetőleg a közönséggel vagy befolyással rendelkező emberek elmondhatják ezt nekik, és elérhetik őket, és ezáltal nagy változást érhetünk el. Mit tartogat a Beautiful Destinations jövője? Úgy értem, vannak olyan álmaik, hogy együttműködjenek a Netflix-el vagy az Amazonnal. Tudja, mire számíthatunk legközelebb? Nos, valószínűleg nem a szórakoztatásra fogunk koncentrálni, hanem inkább a foglalási oldalra. Ezért bevontunk néhány befektetőt, akik segítenek nekünk a foglalási élmény kialakításában. Jelenleg Berlinben építünk egy csapatot egy olyan termék létrehozására, amely a jövő év elején fog megjelenni. A gondolkodásmódunk lényege, hogy az utazási inspirációnak van egy jelentős része, ami nem a közösségi médiában történik. Most egy olyan terméket építünk, amely ezt a szempontot veszi figyelembe, és remélhetőleg képes lesz kihasználni a közösségi csatornáinkat követő emberek számát, és a befolyásunkat, hogy segítsen az embereknek felfedezni az úti célokat és a szállodákat, majd a közösségi médiában szerzett tapasztalatokkal lefoglalni azokat. Sok sikert hozzá, Jeremy Jonesy, köszönjük, hogy a vendégünk volt. Thank you very much. Thank you.